Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek titeket, a kedves szüleiteket is. A gyermekeknek a Bibliáról műsorunkban találkozunk, hallani fogjátok az Úr igéjét, és hiszem, hogy ez áldássá lesz számotokra is. Már az előző alkalommal, amint jeleztem is nektek, a 10 csapásról kezdtünk beszélni, az előkészületről először, amikor a bot kígyóval változott, de hát a fáraó emberei is hasonlóan cselekedtek, és a fáraó nem hitt az Úrnak. És Isten népének, aki oda telepedett Egyiptom földjére, több száz évvel korábban nagyon nehéz lett a sorsa. A fáraó, a király rossz ember volt, nem szerette Isten népét, útjában volt, és nagyon szigorúan bánt velük, megdolgoztatta őket, úgy bánt velük, mint a rabszolgákkal. És az emberek sírva kérték Mózest és Áront, hogy vezessék ki őket innen Egyiptomból, az ígéret földjére, ahol majd az ő hazájuk lesz, vágyakoztak oda eljutni, és akkor Mózes Isten parancsára, utasítására meg is tette az első lépéseket, a fáraó elé állt, és kérte, hogy bocsássa szabadon Isten népét. De hát, amint tudjátok, hogy a fáraó megkeményítette a szívét, és nem bocsátotta el a népet. És mivel a király ilyen rossz volt, és nem engedett Istennek, Isten őt nagyon-nagyon megbüntette, nagyon-nagyon komolyan megítélte. 10 csapást mért rá. Most teljes részleteiben nem fogom elmesélni nektek a 10 csapást. Az első csapásról fogok beszélni, és végigfutunk néhány mondatban a 10 csapáson, hogy mi is történt. Tehát az első csapásnál mi történt? Itt olvastam nektek, ugye, hogy az Úr hogyan cselekedett, és figyeljétek meg az igéből, amit majd most olvasni fogok, felolvastam nektek. Tehát a fáraó korán reggel fölkelt, hogy kimegy, megfürdik a Nílus folyóban. Látjátok? Mögöttem ezt a nagy Nílus folyót. Nem is tudom, talán a világon a leghosszabb folyó, nagy folyó, tele vízzel. És a fáraó reggelenként vitte a törülközőjét, a szappant, mindent, illatosító szereket, és megfürdött a Nílus folyóba, és hát Isten mondta Mózesnek, hogy majd ott lesz a folyópartján a fáraó, és menj oda hozzá. Vedd magad mellé bátyádat, Áront, aki nagyon erős ember volt, magas, bátor ember volt. Na álljatok ketten oda a fáraó elé, ne féljetek tőle, mert én veletek fogok lenni. És mondjátok a fáraónak ezt, hogy az Úr, a héberek Istene küldött engem hozzád, bocsásd el az én népemet, hogy szolgáljon nekem. Ezt üzent az Úr.
a fáraónak. És azt mondták Mózes és Áron a fáraónak, hogy arról tudod meg, hogy én az Úr szóltam hozzád, hogy megsújtjuk a vesszővel a folyóvizet, és vérré változik. Amit az Úr mondott, hogy sújtsal meg a vizet, hogy sújtson a vízre Áron, úgy is cselekedtek. Mózes elmondta Áronnak, hogy ezt kell tenned, vedd elő a nagy botot, és bátran sújts a vízre. Vedd a vesződet, és nyújtsd ki a kezedet, és sújts egyik túl vizeire, és hogy minden, ahol víz volt, vérré változott. Hát ez egy nagyon megdöbbentő dolog volt. A fáraó meglepődött ezen, hogy a halak is följöttek a víz színére, hogy milyen szörnyűség volt, milyen pusztulás volt. Isten azért sújtotta így az egyiptomiakat, hogy engedjék el Isten népét, hogy ne tartsák őket ott rabszolgasorsban. És hát az történt, hogy hát az egyiptomi írástudók is ugyanúgy, amíg ott lévő vizet átváltoztatták vérré, és a fáraó azt mondta, hogy én ennek a két ügyefogyottnak, Mózesnek és Áronnak nem hiszek, hazamegyek, megreggelizek, és törődök is én ezekkel a dolgokkal. És hogy hát az történt, hogy a víz használhatatlan volt, ihatatlan volt, ezért az emberek szomjasak voltak, mert ott Egyiptomban azért nagy meleg is van, és mindenki szomjazik. És hát az történt, hogy hát az emberek elővették az ásót, a kapát, és próbáltak a talajból vizet felhozni, és hát ilyen nehézségeik voltak. Tudjátok, hogy a vízre az embernek szüksége van, és hogy fontos, hogy igyunk. A Biblia a Jézus Krisztus beszédét is vízhez hasonlítja, hogy az ő beszéde olyan, mint a víz, és fontos, hogy igyunk. Az a víz, amit Jézus Krisztus ad, az tiszta víz. És hát ez történt. A fáraó látta ugyan, hogy mi történt. Nem bocsátott el a népet. És akkor, hát sorba, képzeljétek el, sorban egymás után jöttek a csapások. Elmondom nektek egy-egy mondatba, hogy hogyan is következett a 10 csapás. Nem hitt a fáraó Mózesnek és Áronnak, hogy őket Isten küldte, hogy engedjék el Izrael népét, ezért továbbra keményen rosszul bánt a néppel, és akkor a következő csapás, a második csapás az volt, hogy ugyanígy Mózes és Áron Isten megbízásából ilyen csapással sújtotta egyiptomiakat, hogy békák jöttek elő mindenhonnan, egész Egyiptom területén is, hát nagyon félelmetes dolog volt ez, ott ugráltak minden, ha bementek a házakba is, rengeteg volt. A következő, a harmadik csapás az volt, mivel hát ekkor se engedett a fáraó Mózesnek és Áron kérésének, akkor egy újabb csapás következett, hogy ilyen furcsa rovarok, tetvek lették meg a növényeket. Borzasztó volt a fáraó. Azt mondta, hogy majd elmúlik, nem érdekel engem, amit Mózes mond, meg Áron mond. Aztán jött a negyedik csapás,
kárték, hogy rovarok jelentek meg. Aztán jött az ötödik csapás, dögvész lett az állatok között, jött a hatodik csapás, fekélyek borították el az emberek testét, és nagyon rosszul érezték magukat. Aztán jött a hetedik csapás, jégeső verte el a föld termését. Jött a nyolcadik csapás, sáskák hada jelent meg a felhőkben. Talán a televízióban is láttatok ilyen jelenséget napjainkban is, hogy olyan hatalmas sáska járás van, hogy minden lelegelnek, elpusztítanak. Ilyen csapás volt akkor. Jött a kilencedik csapás, a háromnapos sötétség, az egész földön sötét volt, és nagyon féltek az egyiptomiak. És végül eljön az utolsó csapás. A fáraó ekkor megdöbben. Ez a tizedik csapás pedig azzal járt, hogy minden egyiptominak az első szülöttje meghalt. Emberek, állatok, az első szülöttek. És nagy sírás volt. És akkor a fáraó azt mondta, ha már ez így van, akkor menjen ez a nép, menjen, látni sem akarom ezt a népet, menjen ez a nép innen, nem akarom látni, most már elég volt ez a sok minden, ami történt. Azt mondta a fáraó a király, hogy hát lehet ebbe valami, hogy mégis Isten büntette meg Egyiptomot. Azért, mert rosszak voltak az egyiptomiak, a gyerekek is, az emberek is, a király is, a szolgái is, és ilyen csapások sújtották őket, és így jött el Isten népének a szabadulása.